mikor játszunk közösen a PS Plus szolgáltatáson keresztül, mikor lesz élőben Kahoot kvízezés, szívesen látnám a teljes Ratchet & Clank széria végigjátszás, mikor fogsz beruházni PS5-re, mikor fejleszted zöld háttérrel, kamerával vagy saját stúdióval a csatornán. Ez hasonló kérdések szoktak érkezni hozzám, amire sajnos csak egy a válaszom, az pedig a türelem. Vannak olyan dolgok, amikre én is kiadom a pénzt, vannak olyan dolgok, amire még gyűjteni szeretnék, mert más kiadásaim is vannak. Csatornatagsággal el lehet azt érni, hogy én nyújtok valamilyen kis extrát a csatorna jelenlegi tartalmain túl, és ti pedig cserébe havonta valamekkora összeggel támogatjátok azt, hogy fejlődhessek. Ebben a videóban ezt fogom bemutatni, hogy milyen szinteket hoztam létre, milyen jutalmakkal, de mindenek előtt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az eddigi tartalmak nem fognak megváltozni. Ezek csak plusz extrák a jelenlegi tartalmak tetejére. Szóval 4 szintet hoztam létre, és mindegyik szintre a maximális jutalmat tettem be, azaz 5-öt. 5-öt enged a YouTube mindegyik szintre jutalomként, így 4x5, aki a legmagasabb szintet választja, mind a 20 jutalmat megkapja majd. Az első szint a Zafír. Egyedi jelvények jelennek meg majd a neved mellett, a videókban és az élő adásokban, attól függően, hogy hány hónapja vagy aktív tagja a csatornának. Először a régi logó, aztán pedig az első hónap után ez néz ki, 2 hónap után így, és így tovább tagja vagy a csatornának, úgy változik ezek a jelvények. Emellett a YouTube-on bárhol lehet majd használni a csatornatagok számára elérhető emojikat. Ezt a 4 emojit készítettem el, amiket már némileg már használtam az élőadás csetébe. Próbáltam olyanokat készíteni, amiket lehet használni bármilyen más videók alatt is. A GG, a Boss, a Hype és a Rip. Ezek az első emojik, viszont ahogy több tagunk lesz, annál több emojit lehet majd létrehoznom. A videók végén lesz egy táblista, amiben kifejezem a köszönetemet számotokra, és ott pedig megjelenik majd a neved mindegyik videó végén. Ahogy növekszik majd a csatorna, az élőadásokba bevezethetem a csak tagoknak szóló élőadásokat, itt te is részt vehetsz a kommentálásba, illetve valamikor a lassú módot is aktiválhatom, de rád ez nem fog vonatkozni, ez az az 5 jutalom, amit az első fokozatért megkap. A második az aranyfokozat. Ennél a fokozatnál közösen tudunk játszani a PS Plus-os multiplayer lehetőséggel. Havonta érkeznek a PS Plus-ra ingyenes játékok, és azokon is, hogyha van multiplayer, akkor azokon is játszhatunk közöset, illetve ami számomra megvan játék, akkor azon is mehetünk egy játékot. Közösségi bejegyzéseket teszek ki a tagok számára, csak nekik lesz elérhető. Képeket, bejegyzéseket oszthatok meg, vagy ilyen szavazásokat, ahogy már megszokhattátok, de ez nem csak a videójátékokról szólhat, hanem az én mindennapjaimról is. A videóimat előre el szoktam tervezni, és egy naptárba gyűjtögetem, hogy melyik nap melyik videó fog kimenni. Ezzel pedig meg fogom osztani ezt a naptáramat. Mindig a következő hétre meg fogom osztani ezt a naptáramat, hogy láthassd, hogy melyik napra melyik videó fog felkerülni. A csatorna Discord szerverén a szintednek megfelelően színnel ki leszem emelve, illetve azt a beszélgetőt is használhatod, amit csak a tagok érhetnek el. Hogyha valamilyen platformer játékban elakadtál, és esetleg én azt ismerem, vagy játszottam vele, hallottam róla, akkor, hogyha elakadtál valahol, én megpróbálok neked segítséget nyújtani, utána járok mindenképpen, és azt eljutatom neked, hogy hogyan tudod azt legyőzni, tippek, trükkök. Ez újabb 5 jutalom a második fokozatra, a harmadik fokozat pedig a platina. Láthattátok, hogy eddig is készítettem Crash Bandicoot Insane Trilogy PC-s változatához modokat, különböző skineket készítettem, a te javaslatodat elkészíthetem, és itt tényleg megpróbálom a bármilyen javaslatod lehet a Crash-nek a skinjének megváltoztatására. Már láthattatok korábban, hogy milyenek ezek az élőadások és videók, de én most mutatok 3-at, amivel még én nem készítettem semmilyen tartalmat, de már kész van. Az első, az egyik kedvelt játékom gyerekkoromból, a GTA sorozatban a kedvenc játékom a Vice City volt, és annak a főszereplője Tommy Vercetti, ő készült ide el Crash skinként. Csatornán talán a lejátszás listákban az egyik legtöbb videót összegyűjtő videójáték az a Payday 2 volt, benne van egy bizonyos karakter, aki Dallas, és az ő karakterét készítettem el, így a Crash Bandicoot Insane-ban. Volt egy Fortnite-os szezon, amiben Aquaman is jelen volt, és megpróbáltam egy ilyen Aquaman-es skint létrehozni Crash számára, ez így sikerült, szóval ilyen skineket
ilyeneket is el tudok még készíteni. Ezzel a fokozattal te javasolhatsz egyet, és akkor azzal is lesz videó vagy élőadás. Megkérhetsz arra, hogy régebbi játékot elővegyek egy kis nosztalgiázás céljából, és videó vagy pedig élőadás készülhet arról, a játék az max 16-os besorolású legyen. Discordon kialakított voice channelen keresztül, tehát ilyen beszélgető csatornán keresztül az élőadásokba te is aktívan becsatlakozhatsz, és beszélgethetünk úgy élőbe videójátékokról vagy az új hírekről, fejleményekről. Javasolhatsz videó ötleteket, amiket előre helyezek a listámban, és megpróbálok minél gyorsabban elkészíteni, azért valamilyen szinten kapcsolódnia kellene a csatornához is. Ha valamilyen kérdésed van, akkor én azt videó formájában fogom megválaszolni, és azt juttatom el majd neked. Ez újabb 5 jutalom erre a szintre, mivel az eddigiekkel összesen már 15 jutalom, és jöhet a negyedik és utolsó legmagasabb fokozat, ami a fejlesztő. Itt egy aktív hónap után kapni fog egy egyedi kártyát, amit én készítek el. Egy prototípus már elkészült, hogy hogyan fog ez kinézni. Jelen ez a prototípus. Egyik oldalon fekete háttérrel a logó lesz, másik oldalon pedig így lesz felosztva. Itt valamilyen avatárod vagy képed, amit szeretnél, a neved, amilyet szeretnél, vagy lehet a valódi is, vagy pedig valamilyen kitalált, amit az online térbe használsz, és erre az oldalra pedig valamilyen egyéni szöveget, és ha még elég ügyes vagyok, rímbe is lesz. Amit már jelenleg úgy elkészítettem, annak így néz ki az eleje és hátulja, aztán menjünk tovább. A második jutalom itt. 2 hónap után egy vadonatúj játékot jelölhetsz ki végigjátszásra, amit lehet, hogy videóba vagy élőbe, de végig fogok játszani a történetet mindenképpen, és ez tényleg arra jó, hogy a legújabb játékokat megvásároljam, ezzel te ezt támogatod, és akkor ahogy jönnek az új platformerek, vagy pedig más játékok 16-os besorolással maximum, azokat végig tudom játszani, és a többi néző is élvezheti. 3 hónap után pedig kaphat egy pólót, akár egy ilyet is, ami éppen itt rajtam van, akár ilyet, vagy pedig meg tudunk beszélni valamilyen másféle mintázatot is, és ez is tényleg egyedi, eldöntheted, hogy mi legyen rajta. Kiemelt szerepet kapsz a csatorna jövőjét tekintve is, ugyanis ahogy a tagok növekednek, majd új emoji helyek jöhetnek létre, ebben te is segíthetsz, illetve lehet beleszólásod, hogy milyen emojikat javasolsz, további videójáték ötletek, vagy konkrét videócímek, videónak, a képnek a felépítése másképpen lehet majd elhelyezve, vagy javaslatokat tehetsz rá. Tehát tényleg a csatorna jövőjét fejleszteted, úgy, ahogy a fokozat neve is végül, de nem utolsó sorban megkapod a moderátori szerepet a csatornán, így akkor oda tudsz figyelni, hogy csatorna fejlesztőjeként részt vehetsz abban, hogy csatornát néző kultúráltan és egymással pozitívan viselkedjenek. Összesen ez a 20 jutalom az, amit én megpróbálok nektek ezért cserében nyújtani. Senkinek nem kötelező ez a dolog, viszont aki megteheti és szeretne elérni ilyen extrákat, úgy gondoltam, hogy akkor lehetőséget adok rá, illetve arra is, hogy akkor további dolgokat kaphassatok tőle. Köszönöm, hogyha érdeklődtél ez iránt és végignézted a videót, találkozunk legközelebb.